Sajnos még mindig sok riasztásuk van a katasztrófavédőknek a társasházaknál keletkezett tűz miatt. Pedig ha a lépcsőházakban minden lakó betartaná a tűzvédelmi szabályokat, ezek az esetek elkerülhetőek lennének. Mindenkinek más az élet vitele, másképp gondolkodik, más szeretne. Ezt nem mindig egyezik össze a törvényességgel, vannak előírások, jogszabályok, amelyeket nekik is be kell tartani. 2020. január végétől módosul az országos tűzvédelmi szabályzat, ami sok olyan új előírást is tartalmaz, ami a társasházakra vonatkozik. Fontos, hogy ezekhez az információkhoz minden társasház hozzájusson, ezért a Pest megyei katasztrófavédelmi kirendeltségek, köztük a ceglédi tűzoltóság is nyílt napokat tart kedtől csütörtökig. Elsősorban a társasházak közös képviselőit várják konzultációra. Sokszor fel kell hívni arra is a figyelmet, hagyják szabadon a társasházakban a menekülési útvonalakat. Arra szeretném felhívni a figyelmét a lakóknak, hogy gyakorlatilag ezek sok esetben megnehezíthetik a beavatkozást is egy káresemény során, és mindenki úgy igyekezzen ezt a fajta kipakolásokat átgondolni, hogy vajon mi történhet akkor, hogyha ez a bútor vagy ez a szekrény kim van egy közös használható téren, és vajon meg tudják-e őt közelíteni a tűzoltó kollégák, oda tudnak-e menni hozzá, elérik-e az ő ajtóját, segíti-e, vagy éppen nehezíti-e a megközelítést egy ilyen kihelyezett bútor, vagy éppen egy rács felszerelése. Fontos, hogy minden társasházban legyen házirend, tűzvédelmi szabályzat, amit mindenki által jól látható helyre kell kitenni. Emellett a szellőző rendszerek, valamint az égés termék elvezetők felülvizsgálatát is el kell végeztetni, hangzott el a ma délelőtti sajtótájékoztatón. Szeretném a társasházak figyelmét is fölhívni arra, hogy a fűtési szezonban az égés termékelvezetőknek a felvizsgálatát tegyék lehetővé. Ugye a társasházaknak sormunka keretein belül kell az égés termékelvezetőinek a felvizsgálatát elvégeztetni. Szeretném tudomására hozni mindenkinek, hogy ez közös érdeke a társasházaknak. A társasházak közös képviselői minden a tűzvédelmi szabályokkal és feladatokkal kapcsolatos információt megkaphatnak mától november 7-ig a ceglédi tűzoltóságnál.